Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Majd manásban megnézzük a legújabb betpodot. Nem jött madásban a adásban, szeretlek megkérni, hogy mindenki iratkozz fel a csatorna, amit nem tetted volna meg, illetve nyomd meg a kis és kap értesítőt a következő videókról. Nagyon szépen köszönöm. Nézzük ezt a Batpodot, és leginkább a batman hiszen az évben a Lego rengeteg érdekes dolog jelent meg, ugye ott volt az animációs szériában lévő kép, vagy akár a Batmobil, illetve most itt van nekünk a Batpod, ami eddig csak 2015-ben jelent meg, egy különleges észkamerikában kapható készletként, az is csak egy ilyen ajándékkészlet volt, hiszen 750 rabot adtak ki belőle összvíz, de hála az Istenek, nincs benne túlságosan extra elem, tehát így össze lehet rakni, mint látjátok, nekem is elemekből van összerakva. Ráadásul nem is sok elem, hiszen 338 elem, de hogy a számát is mondjam, ugye ez a 545.90-es készlet. De idén végre valahára megkaptuk a badpoll újra egy játszható verzióban, és ezt mindenképp érdemes kiemelni, hogy ez egy játszható verzió. Majd a videó több pontján is látni fogjátok, hogy ez adta fő lényeg ebben a készletben nem az, hogy kitett a polcra, vagy hogy valami különlegesség legyen. A szám egyébként a 76273-as 713 elemet tartalmaz, és 30.990 forintba kerül, ami azért egy kicsit erősnek gondolom, tehát persze tudjuk a legvározását a mai világban, de azért ezért a készletérdet egy picit, picit, erősnek gondolom. Végig látom meg kommentben, hogy ti mit szóltok hozzá. És nézzük a készletet, és hol kezdjük egyből a poddal, ami egy nagyon szép készlet lett, tehát szépen ki van dolgozva, nagyon jó részek van, mint a lábtartó, a hátsó hűtő, az ülés is rendben megvan, akkor a tértartó, ahol rendes szit is ülések vannak használva, akkor itt is megvan rendesen a kéztakaró része, valamint a fegyverzet legelő, tehát minden tökéletesen a helyén van, viszont nem annyira kidolgozott, mint a régi verzión, az nekem kidolgozottságban egy picit jobban, vagy valahogy sokkal jobban vannak a résztekre, és ami leginkább nem tetszik nekem az új az a hátsó futómű, ami, ami teljesen síkba van az egész motorral, tehát tényleg egy, egy színbe van, semmilyen kiemelkedés nincs. Az, hogy nem rugózható, az teljesen rendben van, tehát azért ez talán kicsit túlzott elvárás lenne, de még a réginél van egy kis görbület benne, itt még az se, teljesen egyszerű az egész. Persze nyilván, ahogy említettem, ez játékra van, tehát hogy ilyen extra csicsázás az ember ne váljon vagy készítse el magának. Tehát, hogy azért nem egy megugorhatatlan dolog, el lehet készíteni. Aztán kaphatunk hozzá egy építető figurát, ami szintén nem újdonság, hiszen már tavaly kaptunk egy építető figurát, ami ugye 76-259-es volt, az akkora Batman visszatérben lév, látható batman mutatta be, míg nálunk ugye értem szerint a no féle sorozatban lévő batman kapjuk meg, ez nyilván hozza a Batman, tehát ez nem egy újdonság, Ebből kifejezőleg a két építető figura nem egyforma, nyilván az öltözékében vannak leginkább különbségek, másban igazából nincs, utána még a köpenyük is teljesen egyforma. nézzük a funkcióit ennek a figurának, ami rengeteg van, tehát rendes figuraként, rengeteg helyen állítható, állítható feje, a karjai, a válban, csoklóban, csuklóban, könyökben, az ujjai, a törzseforog, combból, térdből, illetve bokából is mozog, tud mozogni, tehát, hogy bármilyen formában felállító, tehát ezzel tényleg az égvilágon semmi gond nincs. Viszont ami nekem gondom volt vele, és valószínűleg csak az én bénázásom, hogy én nagyon nehezen tudtam ráütetni magára a tehát hogy nagyon kell állítgatni, meg ide meg oda és ez nekem nagyon kényetlen, ugye a kéz, kezénben van -e ugye egy klipsz, amivel rá is tud fogni rendesen a kis kormányokra, tehát hogy tőle minden ez meg van ki kitalálva, ugye a lábaknál is van egy bütyök, amire be tud lakaszkodni a talpa, tehát, hogy mindenki van találva, mégsem olyan könnyű szépen ráültetni. De nyilván ez egy gyerekjáték, és egy elköccöp, amit biztos, hogy sokkal jobban fogják tudni kezelni. Ami egyébként nekem megdöbbentő volt a figurában, nyilván az arcot eltekintve, ami nekem továbbra sem a kedvencem, ugye ez a festett arc, de persze ez egy gyerekjáték, tehát, hogy ez vele jár, és ezt nem is vitatom tőle, Szóval, ami nekem nagyon tetszett, az a köpeny. Még eddig nem volt szerencsém egy ilyen nagy figurához tartozó köpennyel találkozni, és ez megdöbbentő volt. Tehát én hozzá szokva a kis minifigura köpenyekhez, és ez a köpeny azért brutálisan nagy ahhoz képest. Össze is van hajtogatva, még látjátok, benne is vannak a hajtásnyomok. Szóval ez volt nekem nagyon megdöbbentő. De jöjjön az összegzés, hiszen mindent elmondtam már erről a készletről. Ugye egyrészt jó az építése, jó a kinézete, továbbra is attól függetlenül, hogy a régi jogban tetszik, illetve végre kapunk egy minifigurát hozzá, ami ugye ez nekem a régi nagyon-nagyon hiányzott, szóval ez is szintén pozitívum. A negatívum, hogy azért vannak itt egy pici design malőrök, amik nekem szúrják a szemet, illetve az építető figurákkal továbbra sem vagyok békességben, szóval nekem, nekem valahogy ezek, ezek a nagyméretű figurák nem, nem a kedvenceim, úgyhogy, de ez tényleg csak az én szőrszállásogatásom, szóval ha valakinek kedvence, akkor ne is figyeljen oda rám. És akkor így végre is értem a videónak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Nagyon remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor mindenki dobjátok egy lájkot, valamint iratkozatok fel a csatornán, még továbbra se tettétek volna meg. Továbbra is télom idén a 3000 feliratkozó, úgyhogy bele kell húzni. Illetve a kommentmezőt se adjátok üresen. Nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy nektek mi a véleményetek erről a készletről, hogy ti nektek mennyire tetszik, vagy mennyire osztátok az én véleményemet. Szóval ne hagyjátok üresen a komment mezőt, hajnál, és a következő videók mindenkinek nagyon jó legózást, jók legyetek, sziasztok!